Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Véget értek az ünnepek, és most útra kell kelni, hogy lássuk pontosan, hogy ez miről szól, mit lehet erről tudni, milyen eszközök vannak, amik tudnak nekünk segíteni, ahogy belépünk a mindennapokba, a szürke mindennapokba. Szia, szia Éva, most már, szia Regina, most már nem minden héten van egy másik ünnep, hanem a sima mindennapok várnak egészen Hanukáig, úgyhogy ez egy meglepő, kicsit hirtelen változás, miután egy egész hónapon keresztül egyik a másik után ünnepek voltak, és most pedig egy nagyon-nagyon sima időszak, olyan 10 hét kb., ha jól számolom, míg elérjük a, nem, 8 hét, míg elérjük a Hanukát. Hogy ez egy elég hosszú időszak ünnepek nélkül. Mit jelent ez a dolog útra kelni az ünnepek után? Van egy ilyen szokás, ugye mindig, amikor vége van valamilyen ünnepnek, akkor elbúcsúzunk az ünneptől, és van egy különleges áldás, amit mondunk, és ezt az áldást egy pohár borra szoktuk mondani. Utána aki elmondta az áldást, az megissza a bort, hogy ez az áldás része legyen nekünk, nem csak így a levegőbe. És amikor vége van, ugye egy egész hónapon keresztül, egyik a másik után ünnep volt a Rosh Hashana, a Yom Kippur, a Szukot vége igazából három kisebb ünnepből állt, úgyhogy lehet összesen 6 ünnepet is számolni, ha nagyon szeretnénk, de összességében 4 fő ünnepről van szó, és amikor vége van az utolsó ünnepnek ebben a hónapban, ami most volt tegnap este, akkor szokták mondani, vagy kihirdetni Viyakov halach ledarko, és Jákov útra indult. Mit jelent ez? Útra kelt, útra indult. Ez a szöveg, szélmesen, ez a szöveg a Tórából van, amikor Jákov valahova utazott. De ahogy már megszoktuk, mindenek van egy mélyebb magyarázata, egy plusz valami, és ezt a mondatot szokták használni avval kapcsolatban, hogy mi útra indulunk az ünnepek után. A Jákov, neki a másik neve a Izrael volt, ő jelképezi a zsidó népet, és végül is az azt jelenti, hogy a zsidó nép útra kelt, elindult. Mi a közös, a között, amikor valaki utazik, és a között, amikor mi belemegyünk a mindennapi rutinos napokban, az, hogy olyankor csomagolni kell egy bőröndöt. És nekünk is egy spirituális bőröndöt kell csomagolni magunkkal, amikor útra kelünk. Az szép és jó, hogy voltak ünnepek, de ha nem fogunk magunkkal egy bőröndöt vinni, összecsomagolni azt, amit kaptunk ebben a hónapban, hogy azután kísérjen minket a következő évbe, akkor valamilyen szinten el fog veszni mindaz a sok jó, ami volt ebben az utolsó hónapban. Úgyhogy ilyenkor az a feladat, hogy visszanézzünk az utolsó hónapra, ami volt, és valamilyen szinten eldönteni, hogy mi az, amit magunkkal viszünk az ünnepekből, az ünnepektől. Például
A szukott ünnep az utolsó hosszabb ünnep, ami volt. Ott kimondottan meg vagyunk parancsolva a boldogságra. Mi ezt a boldogságot magunkkal vihetjük, ha rátesszük erre a figyelmet, akkor ezt a boldogságot magunkkal vihetjük a mindennapokba. És akkor nem marad az ünnepeknél, hanem tud kísérni minket a következő évbe. Ez mind arról szól, hogy mi hogyan állunk neki a dolgoknak. Mire figyelünk, egyáltalán szándékunkban van-e, hogy ezt a sok jót, ezt a sok fényt, ezt a sok fontos dolgot, amit átéltünk az utolsó hónapban, azt szeretnénk-e magunkkal továbbvinni. Mert ha igen, akkor ez egy nagyon jó és fontos dolog, és utána meg tudja gazdagítani a mindennapjainkat. Az első ünnep volt a Rosh Hashana, az új év. Mindig, amikor elkezdődik egy új év, akkor az ember nekiáll új erővel minden fontos dologhoz, és eldönti, hogy mi az, amit máshogy szeretne csinálni idén. Dobjuk bele a bőrönbe, ne felejtsük el, hogy egy plusz lendülettel álltunk neki az új évnek. Rosh Hashana napján királlyá avattuk az Istent. Vigyük magunkkal ezt az érzést, amikor ott álltunk a zsinagógába, és annyira egyértelmű volt, hogy az Isten az egész világ ura. Hogyha ezt nem visszük magunkkal, akkor ezt el fogjuk felejteni. Dobjuk bele a bőrönbe. Aztán megérkezett Jom Kippur, az engesztelő nap. Ott álltunk a zsinagógába, vagy otthon böjtöltünk, és azon gondolkodtunk, hogy mennyire jók szeretnénk lenni. Vigyük ezt magunkkal a mindennapokba, dobjuk bele a bőrönbe. Ez a közeli érzés, amit éreztünk az Istenhez, amikor nem volt ott a munka, nem volt ott a telefon, nem volt ott a mindennapi feladatok, és csak ki tudtunk egy picit kapcsolódni a mindennapokból, és befele figyelni, és éreztük, hogy mennyire közel szeretnénk lenni az Istenhez. Ezt az érzést dobjuk bele a bőrönbe, vigyük magunkkal a mindennapokba. Aztán jött a szukott. Ugye, ahogy említettük, a szukottnál a boldogság az egyik legnagyobb téma. Dobjuk bele a bőrönbe, ne hagyjuk csak a szukott ünnepénél ezt a boldogságot, hanem ezt vigyük magunkkal, engedjük, hogy ez kísérjen minket. Szukottkor ugye volt még az a hangsúly, hogy az egész zsidó nép, vagy az egész közösség együtt ül a szukába, az ünnepi csokor, amit lengetünk, az arról szól, hogy az összes fajta zsidó együtt számít egy népnek. Ezt az egységet, ezt az érzést, hogy mi egy nép vagyunk, mi egy nagy család vagyunk, vigyük magunkkal, ne engedjük, hogy ezek a dolgok ott maradjanak a Tisré hónapban, hanem dobjuk bele ezeket a dolgokat a spirituális bőröndünkbe, és vigyük magunkkal. Engedjük, hogy ezek a dolgok egy különbséget tegyenek a mi életünkben, a mindennapokban. Ugye, hogy elmondom még egyszer az elejét azoknak, akik lemaradtak, hogy erre szoktuk mondani, Vé Jákov, Halach Ledarko, és Jákov útra indult. A Jákov az a zsidó népre utal, az ő másik neve a Izrael, és az, amikor útra indul és visz magával egy bőröndöt, az a mi feladatunk ilyenkor, amikor véget érnek az ünnepek, és belemegyünk a nagyon szürke, úgymond, mindennapokba. Mi történik ezután? Ezután következik az év első rendes szombatja. Egy tipikus sábát, miután vége az összes ünnepnek,
már nincsen ünnep előtt, ünnep után, ünnep közbe, hanem elkezdődik az első rendes, sima sabbat. Mivel most volt Simchat Tóra ünnepe, tegnap, amikor befejeztük olvasni a Tórát, ezen a héten kezdjük, vagyis már elkezdtük tegnap, de ezen a héten sabbatkor, szombaton fogjuk elolvasni az első heti szakaszt. Újból kezdjük a Tórát. Minden évben még egyszer és még egyszer tanuljuk a Tórát, mert a Tóra olyan végtelen, és mindig lehet mélyebben és jobban tanulni, mindig lehet benne találni újat, amit nem vettünk észre. Én is mindig csodálkozom, hogy léteznek olyan dolgok, amiről vagy nem tudtam, vagy már sikerült elfelejteni, annak ellenére, hogy már hány éve tanulom újból és újból. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy nagyon szép hagyomány, aki szeretne vállalni, megismerni egy picit jobban a Tórát. Van egy nagyon szép hagyomány, hogy minden nap megtanulni egy részletet a heti szakaszból, úgy, hogy minden heti szakasz 7 részre van bontva, mert a zsinagógában 7 embert hívnak fel a Tórához, amikor elolvassák a heti szakaszt szombat reggel, és akkor az a szokás, hogy vasárnapon az első részt megtanulni. Hétfőn a második részt, kedden a harmadik részt, minden nap egy kis részt a heti szakaszból, és ha ezt elolvastuk, minden nap egy kis részt, akkor egy év alatt meg fogjuk ismerni az egész Tórát. És tényleg nem sok idő minden nap elolvasni az aznapi részt, csak kell az az elkötelezettség, hogy tényleg minden nap odafigyelni rá, és előre el lehet dönteni, hogy ha kimaradt egy nap, akkor be fogom megpótolni, azért, hogy meglegyen az egész Tóra, vagy inkább folytatom onnan, ahol tartunk, mert a pótolás az tud lenni egy ijesztő feladat, ha, mit tudom én, 3-4 nap összegyűlik, hogy már 3-4 napja nem tanultam, és akkor az túl sok, de akkor lehet azt csinálni, hogy ha elfelejtettem egy napot, akkor az kimarad, vagy akinek fontos, hogy egy év alatt meglegyen az egész, annak az ajánlott, hogy ha valami miatt nem sikerült valamilyen nap tanulni az aznapi részleget, akkor következő nap a tegnapit és a mait, vagyis pótolni. Szóval az a lényeg, hogy ezen a héten, szombaton, sábátkor kezdődik az első heti szakasz, amit úgy hívnak, hogy Beresít, az a heti szakasz neve. És ezt a szombatot úgy szokták hívni, hogy Sabbat Beresít, a Beresít heti szakasz szombatja, vagyis az a szombat, amikor elkezdjük a Tórát olvasni, az első heti szakasztól kezdve. Ilyenkor van egy nagyon különleges mondás, amit a haszid rebék szoktak mondani erről a szombatról. Ahogy az ember nekiáll a Sabbat Beresítkor ezen a szombaton, úgy fog kinézni az egész éve. Mit is jelent ez? Hogyha komolyan veszi ezt a napot, mint egy tipikus Sabbat, ahogy kéne, akkor az összes többi Sabbat is jobban fog sikerülni neki. Hogyha laza, lusta, és nem komolyan veszi ezt az első szombatot, ami az első tipikus, rendes szombat az évben, akkor az egész év is így fog kinézni. Miért? Honnan szedték ezt az ötletet? Az egyik magyarázat az, hogy ez inkább egy ilyen kabbalisztikus eredetű dolog, hogy az első sabbat benne tartja valamilyen szinten az összes többi sabbatot, és ezért, ahogy az ember nekiáll az első sabbatnak, úgy fog kinézni az összes többi sabbat. De ennek van egy praktikus magyarázata is. Nem véletlenül szoktunk mindig egy új év elején
új fogadalmakat vállalni? Miért nem gondoltam új fogadalmakról 2 hónappal ezelőtt? Azért, mert amikor kezdődik valami új, akkor ez mindig egy új lehetőség újra kiszámolni magamat, újra tervezni, hogy akkor hogyan is szoktam tölteni a sábátot, mit is szoktam csinálni az időmmel. És ez a sábát, ami most lesz, mivel ez egy új évnek az első tipikus, rendes sábátja, ez a legjobb lehetőség annak, hogy újra tervezzem, hogy hogyan szoktam tölteni a sábátokat, és ha eldöntöm, hogy mit tudom én, korábban kelek és elmegyek a zsinagógába, akkor belehozom magamat egy ilyen fajta lendületbe, ami utána tud kísérni az egész éven keresztül. Úgyhogy az, hogy az ember hogyan áll neki a dolgoknak ezen a sábát, ebben a sábátban, ami most lesz, ez az első tipikus rendes sábát, ez tud egy lendületet adni egy egész évre, hogy máshogy nézzen ki a sábát. Mindenki tudja, hogy mi az, ami neki a következő lépés a sábáttal kapcsolatban. Van, akinek elmenni a zsinagógába, van, akinek letenni a telefont, van, akinek péntek este naplementekor meggyújtani azt a 2 gyertyát, hogy befogadni a sábátot. Mindenkinek megvan a saját szintje, hogy ő hol tart a sábáttal kapcsolatban, és nagyon, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy lépéssel tovább lépni, és eldönteni, hogy mi az, ami nekem most belefér, mint a következő lépés a sábáttal kapcsolatban, és ez a sábát, ami most lesz, ennek van egy különleges ereje, hogy egy lendületet adjon egy változásnak, egy új szokásnak, egy fogadalomnak, ami utána egy éven keresztül is tud vinni minket. Ezen kívül ugye, sábaton kívül a mindennapok várnak ránk. A rutin. Ugye ez az utolsó hónap teli volt olyan napokkal, ami szombat, ünnep, főleg idén, hogy a legtöbb ünnep hétfőkedre esett, volt pénteken készülöttünk, szombaton volt sábát, vasárnap megint készülöttünk, hétfőn szerda, hétfőked ünnep, és szerda az maradt csak a szerda és a csütörtök, mint a rendes hétköznap, és már jött a következő sábát. Úgyhogy tényleg ez a hónap, ami most volt, ahogy idén sikerültek az ünnepek, tényleg alig voltak ilyen tipikus mindennapok. De most egészen Hanukáig csak tipikus mindennapok várnak ránk. Nem véletlenül hívják a következő hónapot a Hesván hónap, ami most fog következni, amiről egyébként gondoltam, hogy majd jövő héten beszélünk bővebben. Ez a Hesván hónap, az a neve, hogy Hesván, úgy szokták hívni, hogy Már Hesván. A Már az héberül azt jelenti, hogy keserű. Miért keserű ez az ünnep? Azért, mert ahhoz képest, hogy a Tisré hónap, aminek most lesz vége, tele volt ünnepekkel, a Hesván hónapban nincsen egy ünnep se. Tehát nagyon-nagyon drasztikus változás lesz, és ugye mi szeretjük a megszokott dolgokat, nehezen váltunk. És most egy nagy változás következik, hogy egy egész hónap ünnepek nélkül, azután a Kiszlév hónap is, csak a végén jön a Hanuka, úgyhogy tényleg 2 hónap ünnepek nélkül. És ilyenkor sok olyan reggel van, amikor csörög az ébresztő óra, de nem szeretnék felkelni. Hosszú nap van előttem, nehéz, minek keljek fel? És erre feltették a kérdést a nagy talmudi bölcsek.
Noachlól Ádám se nivra, kényelmes az embernek, hogy meg lett teremtve? Vagy kényelmesebb, ha nem lett volna megteremtve? És ezen tanakodtak és vitatkoztak, és ez volt az egyik olyan dolog, amin megegyezett a két csapat, volt a Bet Hillel és a Bet Shammai, és a két csapat mindig különböző hozzáállást hoztak. A Bet Hillel mindig a kedvesség vonalat vitte, a Bet Shammai mindig a szigorú vonalat vitte, és mindig minden témából más-más véleményük volt, de ez az egyik olyan téma, ahol egyetértettek, és eldöntötték, hogy a válasz erre a kérdésre az, hogy kényelmesebb lett volna az embernek, ha nem lett volna megteremtve. Ez egy nagyon meglepő dolog. Amikor reggel csörög az ébresztő óra, és hideg van kint, és fázok, és nem szeretnék elmenni dolgozni, akkor ezt nagyon jól értem. Kényelmesebb, ha nem lett volna feladat, ha nem lett volna az élet gondjai. Szokták mondani, hogy mindenkinek van egy kis szatyorja, amit cipel magával, amiben benne vannak a gondjai. Senkinek se könnyű az élete, csak nem szokták mutatni. Mindenkinek megvannak a kis gondjai, a kis problémái, és mindenki cipeli magával. És ez a pekel, ez a szatyor, ez tud néha nehéz lenni. Nem szeretnénk foglalkozni a problémáinkkal, nem szeretnénk foglalkozni a sok feladattal, ami vár ránk, de akkor mégis minek lettünk megteremtve? Ha a talmudi bölcsek egyetértettek arról, hogy kényelmesebb lett volna, ha az ember nem lett volna megteremtve, akkor minek lettünk megteremtve? És akkor vannak mindenféle magyarázatok, hogy hát azért nem kényelmes, hogy meg vagyunk teremtve, mert akkor tudunk bűnöket is elkövetni, de hát tudunk jó cselekedeteket is csinálni. Akkor mégis mi itt, miről van szó? És erről nem volt semmilyen egyértelmű válasz, addig, amíg a Lubavitchi Rebbe nem magyarázta el. Mert egyébként ez még pluszba úgy néz ki, hogy ellentétbe áll avval, hogy amikor az Isten megteremtette, befejezte megteremteni a világot, ami pont ez a heti szakasz, és megteremtette az embert, és körülnézett, és azt mondta, hogy na, ez nagyon jó. Akkor az Isten azt mondja, hogy ez nagyon jó, hogy az ember meg lett teremtve, jön a talmudi bölcs, és azt mondja, hogy hát, kényelmesebb lett volna, ha az ember nem lett volna megteremtve. Mit jelent ez? Nem véletlenül használják a talmudi bölcsek azt a szót, hogy kényelmes. Nem azt mondták, hogy nem jó, hogy az ember meg volt teremtve, hanem azt mondták, hogy nem kényelmes. Lehet, hogy nagyon jó, és nehéz. És ezt néha elfelejtjük. Az életünk nem szokott könnyű lenni. Senki se ígért könnyű életet, és végül is mindenkinek vannak a saját kis gondjai, nehézségei, stb. Az, hogy meglettünk teremtve, az igaz, hogy nem kényelmes. Mert foglalkozni kell a mindennapokkal és minden olyan dologgal, ami az életünkbe kavarodik. De ennek ellenére nagyon jó. Miért nagyon jó? Mert ez a bonyolult élet, amit mi élünk, lehet, hogy nem könnyű, de rengeteg jót tud hozni a világba. Rengeteg fényt tudunk hozni a világba. Az Isten azért teremtett meg minket, hogy a világot egy jó helyre változtassuk. És erre mindannyian képesek vagyunk. Jó cselekedetek által fényt hozni a világba, minél jobb és jobb hely legyen a világ. Lehet, hogy vannak olyan pillanatok, és nem csak lehet, hanem biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ez nem könnyű. De ennek ellenére valami nagyon jót csinálunk avval, hogy mi itt létezünk, hogy jó cselekedeteket csinálunk, hogy tórát tanulunk, hogy micvákat betartunk.
És ez az, ami minket tud motiválni, amikor egy hideg novemberi reggel csörög az ébresztő óra, és én csak a takaró alatt szeretnék maradni, és a elegem volt XY és Z-ből, akkor eszembe tud jutni az, hogy igaz, hogy nem kényelmes az élet, igaz, hogy nem kényelmes most felkelni és elkezdeni a napomat, de ennek ellenére nagyon jó, mert én sok jót tudok hozni a világba. És ez az egyik legfontosabb dolog, amit tudunk magunknak emlékeztetni, amikor elkezdődik a tél, elkezdődik a rutin, vége van a sok ünnepnek. Igaz, hogy tud szürke lenni, igaz, hogy tud nehéz lenni, de ennek ellenére tud nagyon jó is lenni, mert mi tudunk egy különbséget tenni mások életébe, tudunk valami jót hozni ebbe a világba. Úgyhogy végül is így lehet útra kelni az ünnepek után, összecsomagoljuk a spirituális bőrünkbe azt a sok erőt, azt a sok különleges jó dolgot, ami volt nekünk ebben a hónapban, ne engedjük, hogy ez a múlt legyen, hanem vigyük magunkkal tovább az elkötelezettséget, a boldogságot, az őszintességet, a bármi, ami volt az ünnepek alatt, nem kell otthagyni, nem kell sírni, hogy vége van, hanem vigyük magunkkal, és emlékezzünk arra, hogy nekünk itt a világon van egy feladatunk. Minden ember, akit az Isten megteremtett, azért teremtette meg, mert ő tud valami jót hozni itt a világban. Azt mondják, hogy a születésnapod az a nap, amikor az Isten eldöntötte, hogy a világ már nem tud létezni nélküled. Neked van itt egy feladatod, ezért születtél meg, ezért élsz, ezért vannak különleges napjaid is. Sima, unalmas napjaid is, mindez azért van, hogy te is tudjál egy különbséget tenni a világban. Jövő hét, és ugye ne felejtsük el, hogy ez a sábát, ami most következik, ez az első tipikus, rutinos sábát, és ennek a sábátnak van különleges praktikus energiája és spirituális energiája annak, hogyha valaki szeretne valamilyen új fogadalmat vállalni, hogy hogyan tudja a sábátot következő lépésen megtartani. Mindenki tudja, hogy neki mi az, ami most a következő lépésnek számít, akkor ez az ideje. És jövő héten akkor majd beszélünk a Hesván hónapról, ami kezdődni fog. Mi ez a hónap, miről szól. Igaz, nincsen benne semmilyen ünnep, de mégis akkor mi a lényege, mi az üzenete, mert mindennek van egy üzenete. Köszönöm, hogy itt voltatok. Látom, hogy a héten egy kicsit rövidebbre sikerült, és akkor jövő héten találkozunk újra.